Jó napot kívánok! Ne le kéne bekapcsolni? Jó. Ugyan gyorsan írtam. Szerinted mit jelent a retro? Hát, őszintén szóval nincs ötletem. Valamilyen olyan zene, ami nagyon hangos. Retro, régi. Már láttam interneten, meg láttam, hogy valami ilyen tárgyakra ki van írva. Néha hallottam, de nem tudom, mit jelent. Lehet, hogy azt jelenti, hogy új, vagy hogy régebbi, és akkor megint, szóval nem újra hasznosítjuk, hanem régebbről megint használjuk. Ez szerintem egy magnó. Fényképezőgép is itt kirakja a képet, vagyis amit tudtál. Ez egy magnó. Ez is? Vagy nem ez? Kazetta. Igen. Magnóba való CD. Valamilyen kazetta, vagy? Ezt nem tudom. Valamilyen kis tekercs. Ez hát... Ez olyan, amiben bele kell rakni, ez is ilyen magnószerűség. Olyan, amiben bele kell rakni, és akkor halad. Ez az egyetlen, amit senki nem talált ki, hogy ennek mi a neve. Valami ötlet? Már arra rájöttetek, hogy mit rakunk bele, nem? Tehát, hogy... Magnó. Uh-huh. Megpróbálja valamelyik őtök? Én. Oké. Okay. Kicsit, hogy segítsük. De az egyik pörög. Ez egy... Igen. Most? Zenőre játszik. Szerintem nektek is van ilyen, csak mondjuk lehet, hogy nem ilyen formátumban. Walkman. Hallottatok már róla? Aha, ez volt az. Ez szerintem egy jó. Ez egy kamerázó gép. Ez jó. Ja, tekered és tekered. Szerinted van most olyan tárgy, amit ti gyerekként használtok, és majd mikor fölnőtök, akkor az már tulajdonképpen retrónak fog számítani? Hát mondjuk a könyvek helyett már ilyen szerintem elektromos dolgok lesznek helyett, amiről olvasni lehet. A tévé a falba lesz beleépítve, akkor mondom majd, hogy ezt egy rendes ilyen vetítőn néztük. Még egy telefon szerinted hogy fog kinézni? Hát szerintem vagy nagyobb lesz, vagy pedig kisebb. De Péter, nézd, ez úgy kell, hogy... Először most kifelé megy. Péter, először el kéne szólni, mert hogyha így van, akkor a lap végéről kell bírni. De nem Péter, Dana, Sári Samu. Na most akkor én is megpróbálkozok ezzel. Egyre luxusabb a világ, és akkor például egy rokonnak fel tudod idézni, hogy régen mivel használták. Jó. Ugyan gyorsan írtam. Pirosan lehet írni? Nem. De lehet. Nem. Ez van ott. A rejt az azt jelenti, hogy felvétel. Jó napot! Az a rossz tudom, hogy ezek nem ti voltatok, mert már játszottam ilyet másokkal, szóval mi lenne, hogyha megpróbálnánk a ti hangotokat felvenni? Mit dolgozol? Megint nem vettétek még fel. De meg! Mert hogy az tök jó volt, hogy lenyomtad a reg gombot, de hogy még valamit mellé kell nyomni, hogy felvegye. Ez? Itt vagyunk a... Az igazgató szobájában. Az igazgató szobájában. Az igazgató szobájában. Gyermekek házasok vagyunk. Örültek vagyunk. Ide kell berakni a... amit... majd a fotót. Megvan, akkor ide kell be. Igen. Befordítva. Ott van ez a bityó. Nem, Péter, nem jó, mert figyelj, úgy kell, hogy ezt itt betudjod, hogy a kép.
tényleg oda kell rakni, és elvég ide kell befűznetek, tehát szinte már el is jöttek. Vagy a nagyba, vagy a kicsibe. Igen, de akkor most pedig ez így nem péterenged el. Na jó, szerintem feladom én is. De én majd ne legyek benne, mert szerintem én is tudom befűzni.